Bacsis Kacok, én Dávid vagyok, és ez alkalommal a My Little Pony-ból Sparkle-t fogom, méghozzá Flip-Flop Sea Pony, vagy úgynevezett óceánpóni, vagy úgynevezett, hát nem is tudom, hogy hívják őket, szóval egy vízi póni formájában tesztelni. Egy korábbi alkalommal kaptam már egy másik típusú játékot, azt is a Hasbrótól, ezt most szintén tőlük kaptam, úgyhogy köszönöm szépen ezúton is. Na de nézzük, mit tartalmaz a játék. Tehát én akkor ezt most kibontom. Meg itt is. Levágjuk a ragasztót. És sikerült kiszabadítani Sparkle-t. Na hát az egyik dolog, amit a csomag tartalmaz, az egy, hogy hívják ezt? Ez a tengeri csikó. Milyen csikó? Vízi csikó. Tengeri csikó, nem? Szóval a játékhoz adnak egy tengeri csikót, ezt most ide lerakom, mert nem tudom, hogy hova elhelyezni, és itt van maga Sparkle, amit meg kell óvatosan kiszedni, de hát nyilván ezeket nehezen lehet kezelni, jól kezelni. Össze van fogva a haja, természetesen ez is, mint ott is, lila és rózsaszín, úgyhogy a kislányok nagy örömére. És a következő érdekességet szeretném kiemelni, egyfelől mozog a farokuszonya. Másfelől pedig, ha megfordítom, látjátok, lila színezete van. Igen ám, csak hogy ez valószínűleg valamilyen típusú olajnak feleltethető meg. Ha megfordítom, akkor egészen egyszerűen a víz lefolyik a fejébe, és buborékok vagy levegő jön föl a testébe. És ha én ezt most visszafordítom, akkor mindjárt látni fogjátok, hogy van egy kis elszíneződés. Figyeljetek! Szóval Twilight Sparkle-nek a belsejében olaj és víz keveredhet valószínűleg, és ez az, ami megszínezi, és ez az, amitől sokkal mozgékonyabb a belső színezése. Nyilván a sörényét ki lehet fésülni, mint a másik példánynak, van szarvacskájának, a pólinak is, és le lehet tenni ebben a formában, mondjuk ha egyenes az asztal, akkor például így. Ekkor például Sparkle önmagát támasztja meg, nincsen vele semmiféle probléma, és működik is. Ha pedig valaki szeretné megfordítani, akkor pedig arra is van lehetőség, majd vissza tudja ide helyezni. Nagyon jó pofán néz ki. A játékra ráírták, hogy fürdéshez viszont nem ajánlott és nem alkalmas használni. Én tényleg azt gondolom, hogy ha ezt ráírták, akkor ezt érdemes is betartani. Szerintem ez egy jó pofa és nagyon kedves kis dísz az asztalon vagy a polcon. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne magának egy ilyen típusú én kicsi pónimat, mert hogy ennyi interakció mindenképpen van benne, és tényleg jól néz ki. Skacok, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, kövessetek be Instagramon, lájkoljatok Facebookon, és iratkozzatok fel a YouTube csatornára, illetve nyomjátok be a csengetyűcske vagy harangocska gombocsát, ha eddig még nem tettétek volna meg. Akkor mi pedig a két Twilight Sparkle-lel búcsúzunk, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!